Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! Bécsből vagyok, Bécsből fogok beszélni Önöknek. Vég Gábor vagyok, elnézést, hogyha a külsőm nem olyan friss, aber jetzt, wasch mich, im Morgen. Magyarul fogok beszélni, mert az jobb lesz, könnyebben megértik. Következő helyzet. Valószínűleg ma 2013. április 10-e van, vagy 11-e. Túlaludtam magamat, mert tegnap berúgtam mérgembe. Következő helyzet. Most már minden hónapban megbüntetnek engem a Wiener Linének az ellenőrei. Politikai menekültként élek itt, Ausztriában. Elhagytam a hazámat, Magyarországot, most már nem is tekintem a Magyarországot a hazámnak. Nekem ez nem a hazám. Állandóan üldözött engem a rendőrség, illetve az intelligence, tehát a titkosszolgálat a Magyarországnak, illetve a családomat. Engem átfogóan az elmúlt 20 évben kezdtek el figyelni, nyomozni utánam, amikor külföldre elkezdtem telefonálgatni, meg próbáltam a munkát keresni, meg intézni a dolgaimat. Több pénzem legyen, hát nem nagyon sikerült. Vagy csak néha. Következő helyzet, tegnapi nap megbüntetett engem a Wiener Linének az ellenőrei, megbüntettek. Mit gondolnak róla? Nem furcsa az, hogy minden hónapban megbüntetnek engem az ellenőrök? Tudják, hogy merre mozgom? Mozgok. Gyakorlatilag minden hónapban most már megbüntettek engem az ellenőrök, szó szerint szaladnak utánam. Az osztrák titkosszolgálattal együtt. Mikrocsip van elhelyezve a fenekemnél bennem. Azt a magyar titkosszolgálat helyezte el bennem illegálisan, így követik a mozgásomat, megmondom, hogy kik tudnak ráregisztrálni. Izraeliek, amit észrevettem, diplomaták, tehát diplomatáknak vagyok eladva, illetve izraelieknek, amerikai állampolgároknak, amerikai ügynököknek, osztrák titkosszolgálatnak, illetve a magyaroknak, amit észrevettem, a magyar titkosszolgálatnak az emberei tudják, hogy merre járok, amikor nincs bekapcsolva a telefonom, nincs nálam a kis hátizsákom, a notebookom van, meg a fényképezőgépem, meg hasonló dolgok, dokumentációim, munkáim. Tehát tudják mindig, hogy merre járok. Ezt a beregisztrálást, ezt én lehet, hogy valószínűleg önöknek vicces lesz. Én mindig tudom, hogy mikor regisztrálnak be rá, mert mivel érzem itt a fenekemnél, egy ilyen szúrófájást érzek, valószínűleg egy ilyen rezgő eszköz lesz, nem testmű vibrátorra gondolok, egy kisebb lesz ez. Valószínűleg egy ilyen 2 mm átmérőjű lesz, és valami 15 mm hosszú lehet, akkorát ezek a mikrocsippek. És mindig, amikor beregisztrálnak rá, beregisztrál az osztrák rendőrség, vagy a titkosszolgálat, akkor egy ilyen szúró fájást érzek itt a fenekemnél, van elhelyezve, oda injekciózták be, oda rakták be valami injekcióval, vagy valami eszközzel, akkor ezt mindig érzem. Az a lényeg az egésznek, hogy valószínűleg a Wiener Linie is benne lesz ezekben a lehallgatásokban, illetve ezeknek a személyeknek a mérésébe. Így tudtak valószínűleg megbüntetni megint engem a villamoson. Hiába mondtam, hogy politikai menekült vagyok, nem mehetek vissza Magyarországra, kiállítottak a nevemre egy csekket. Illetve nem is akarok visszamenni Magyarországra, mivel olyan dolgokra láttam rá, amelyek már nem emberszerűek. Készítettem róluk fotókat. Megmondom, hogy kikről készítettem. Mi a profilom. Sokan azt mondták, hogy kíváncsiak lennének a projektemre. Hát megmondom, hogy mi a projektem. Földön kívüliek. Ezzel foglalkozom, energetikai kutatásokkal, illetve földönkívüliekkel, ez a projektem. Vannak róluk fotójaim, láttam is őket. Hát ilyen zöld emberekről önök ne álmodjanak, mert ez hülyeség. Tehát ilyen zöld emberek azok nincsenek, mert nem zöldnek néznek ki, egész máshogy néznek ki. Robotikai egységek, akiket én láttam, robotikai egységek, nem emberszerűek, jönnek, mennek itt a mi világunkba. Ugyanúgy, mint a filmekben, ahogy ábrázolni szokták ezek az egységek, jönnek-mennek. Egyszer megjelennek, aztán eltűnnek. Így vettem őket észre. Illetve lefotóztam repülő objektumokat is. Tudom, hogy hogy néz ki, hát azt nem tudom, hogy milyen energiával működik. Valószínűleg valami nukleáris energiával, vagy valami ilyesmivel. Kidolgoztam a fotóit, elég jó fotók lettek, sőt, maximálisan jó fotók. Ezért van ez a nagy-nagy hajsza az irányomba, illetve amint meg fognak önök nézni, nézzék meg a bal szememet. Logikai egység van a bal szememben, feldigitalizáltam a bal szememet. Egy 8 mm x 8 mm-es logikai egység van a bal szememben elhelyezve, ami földön kívüli.
Tehát gyerekkoromban valószínűleg elvittek engem a földön kívüliek. Nyugodtan nevethetnek, azt mondhatják, hogy őrült vagyok. Ott van benne a hátizsákomban, ebben a hátizsákban a fotó. 8 mm-szer 8 mm-es logikai egység van elhelyezve a bal szemembe, és amit én látok, azt ők is látják. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nyugodtan nevessenek, menjenek el kakilni, de előtte, vagy utána fürödjenek meg. Üdvözlettel, Vég Gábor, Bécsből.